Mivel a Várda és az NB3-os bajnoki cím megszerzése után még két mérkőzés játszott az NB2-be jutásért, a futballisták többet pihenhettek a korábban megszokottnál. A vezetők számára azonban munkával teltek az elmúlt hetek, hiszen az amúgy is szűk játékos keretet meg kell erősíteni, hogy megfeleljen a magasabb osztály által támasztott követelményeknek. Révész Attila 10-12 túljátékos szeretne csapatában tudni. A legfontosabb teendő, hogy minőségi fiatal játékosokat tudjunk igazolni, mivel az MLS-nek a erre az évre vonatkozó szabálya egyértelműen kimondja, hogy egy fiatal 21 éven 92. január 1 utáni játékosnak végig a pályán kell lennie, és a kispadon is kell ilyen játékosnak ülnie, illetve csak ilyen játékosra cserélhető. Ezért megnövekedett ezeknek a játékosoknak az értéke. Nagyon sok csapat keresi őket, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok játékos esetében irreális feltételeket is támasztanak a menedzsereik, a szüleik, a fiatal futballistákkal szemben. Ezáltal viszont hátrányos helyzetbe kerülnek azok a játékosok, akik már esetleg nálunk is ott voltak idősebbek, és sokat tettek a bajnokság megnyeréséért. Úgyhogy ezúton próbálunk megindulni, hogy az akadémiáktól, a más csapatokban szereplő fiatalokból próbálják meg elhozni. Amint egy 100 millió forintos költségvetésből gazdálkodó Várdese, hazai környezetben készül majd az előttünk álló szezonra. 6-7-es felkészülési programunk van, már teljes mértékben ki van dolgozva. Az első héten egy ismerkedős próbajátékosokkal feltöltött edzésünk lesz, majd a rákövetkező héten egy délelő-délutáni napközis rendszerben való felkészülést fogunk megvalósítani helyben. Nem szeretnénk menni külföldre, hál' Istennek Kisvárdában a pályaviszonyok, az étkezési, pihenési lehetőségek adottak. Azt kell mondjam, hogy sokkal jobb a helyzetünk, mint volt nekem annak idején egy Nyíregyházán, és nagyobb a segítői szándék is az emberek részéről, ezért butaság lenne elmennünk, plusz pénzt kidobnunk, és teljes mértékben meg tudjuk azt a feladatot oldani, ami ilyenkor ebben a szakaszban szükséges. Majd azt követő 4 hét pedig már, mondhatom, a bajnoki felkészülés egyében fog majd teállni. A Várda SE először július 13-án lép majd pályára a Záhonyi Vasutas kupán, majd több NB2-es csapattal méri össze tudását Révész Attila együttese. Az NB2-ben augusztus 17-én rendezik az első fordulót.